Nagypéntek Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának napja van. Számtalan beruházás új bölcsőde épült, felújították az óvodát és a szociális szolgáltató központot, belterületi utak, járdák újultak meg Csengerben. A talaj élete, Nyíregyházán is csatlakoztak az országos kampányhoz, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet egyik legfontosabb természeti erőforrásunk fontosságára. Nagypéntek van, Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának napja. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nagypéntek a bőt utolsó hetének, a nagy hétnek a kiemelkedően fontos napja, amely a naptárban mindig a húsvét előtti péntek, 2017 óta pedig munkaszüneti nap is. A görög katolikus egyház ezen az estén sírbatételi vecsernyét tart, és együtt imádkozik Krisztus síri leplénél. 6 nappal ezelőtt ünnepeltük virágvasárnapot, Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepét. Ez egyben a nagy hét, vagyis Krisztus életének utolsó napjainak kezdete. Mint a Szabó Tamás görögkatolikus parókus 35 perc című műsorunkban elmondta, Isten fiát azért ítélték halálra, mert egymagában magára vállalta az emberiség bűneit. Annak a szeretetnek a felfogását próbáljuk megtenni, amit olyankor az embernek tudatosítanak, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy a legvégsőkig elmegy az emberi lét legmélyebb pontjára, amitől legjobban félünk, ami a legsötétebb, a halálba is ott van, ott is jelezni akarja, ki akarja mondani az életünk legfontosabb éltető mondatát, hogy szeretve vagyunk. A görög katolikusok nagypéntek estéjén sírbatételi vecsernyét tartanak, amikor jelképesen Jézus halotti lepelénél imádkoznak. Mondhatnánk, hogy bibliodráma vagy pszichodráma, amit az egyházunk ilyenkor alkalmaz vagy használ, de sokkal inkább a meghívást, hogy vegyük észre, és minél közelebb kerülünk hozzá, annál inkább részeseivé válunk. Hogy a nagy csütörtökön ott vagyunk, szinte körbeüljük azt az asztalt, hogy a tanítványok együtt mi is megértsük, hogy barátok vagyunk, egy közösség vagyunk, közösen étkezünk, egy kehelyből részesülünk, ez valami egészen többlet. Ugye nekünk magyaroknak a vérszerződés miatt pontosan tudjuk, hogy mit jelent ezt egy kehelyből részesedni, és ez egy nemzet egységének válik az alapjává. Hitünk szerint a Krisztus kehelyéből való részesedés pedig a nemzeteken túlmutató kereszténységünknek, a közösségének az alapja. Nagypénteken pedig a görög szertartásban egész érdekes, hiszen még a templomból is kimegyünk, és a Krisztus testét ábrázoló plastjenicát vagy halotti leplet körbe visszük, és szinte mint Arimatei József és Nikodémus elhelyezzük a sírba, ami a templom közepén van is, és gyakorlatilag a föltámadás szertartásaig ott virasztunk, ott imádkozunk, ott éljük át ezeket a dolgokat. A nagypénteki gyász után vasárnap pedig már az életet ünnepeljük. A keresztre feszítést követő harmadik napon Krisztus feltámadt, amit a katolikus hagyományokhoz híven pászka szenteléssel ünnepelnek. Húsvét vasárnap hajnali 2 óráról 3 órára állnak át automatikusan a digitális órák, az analóg készülékeket pedig ez alapján kell majd 1 órával előre állítani, így elkezdődhet a nyári időszámítás. Magyarországon először 1954 és 1957 között vezették be a tavaszi és téli óraátállítást, majd eltörölték és újra csak 1980-ban energiamegtakarítási céllal tért vissza az emberek életébe. A 2000-es évek elejétől azonban vita övezi, hogy valóban szükséges-e az óraátállítás, hiszen bár az egyórás változás tavasszal és 1 óra télen nem tűnik soknak, mégis hatással van az emberi szervezetre. Éppen ezért 2019-ben az Európai Parlament megszavazta az óraátállítás uniós szintű eltörlését. A határozat szerint minden ország maga döntheti el, hogy a téli vagy a nyári időszámítást szeretné-e véglegessé tenni. A határidő akkor 2021 volt, de közbe jött a koronavírus járvány, így a legtöbb tagállamban azóta sem született döntés. Új bölcsőde épült, felújították az óvodát és a szociális szolgáltató központot, belterületi utak, járdák újultak meg Csengerben, lakóparkokat, új parkolóhelyeket építenek és fejlesztik a járóbeteg szakellátó központot, valamint az ipari parkot is. Valamennyi beruházás kapcsolódik a folyamatban lévő börtönépítéshez. Forrián Zsolt polgármester szerint néhány éven belül 1000 fővel is gyarapodhat a határmenti kisváros lélekszáma. Ilyen távolról és ilyen közelről az épülő csengeri börtön.
Európa legmodernebb büntetés végrehajtási intézménye még épül, de már elkezdődött az ott dolgozó felkészítése. Az építkezés össze befejeződik, a börtön pedig alapjaiban változtatja meg Csenger és a csengeriek életét. Mint Forrján Zsolt polgármester elmondta, az elmúlt évek fejlesztéseit már a börtönprojekt határozta meg. Ebben a büntetés végrehajtási intézetben 663 új munkahely lesz, amely természetesen közvetlenül, és közvetetten még azért ez több száz főt fog jelenteni Csenger életében. Ehhez mi felkészültünk, és itt jön be a költségvetés, hiszen pályázatokat nyertünk, ennek saját ereje volt, területet kellett megvásárolni ahhoz, hogy felkészüljünk az infrastruktúrával. Új bölcsődét építettünk, már megbővítettünk, készülünk arra, hogy a rengeteg dolgozóból sokan jönnek haza Csengerbe, és sok új is költözik ide a városunkba, és hogyha már ide költöznek, ugye gyereket itt vállalnak, a gyerekek akkor tudnak bölcsődébe, óvodába járni, úgyhogy most tiszta új bölcsődét építettünk, 500 000 000 forintot nyertünk az óvodának a felújítására, aztán egy szociális szolgáltató központnak a teljes felújítására szintén 500 000 000 forintot nyertünk, be van adva egy körforgalmunk, kerékpárúttal, belterületi utak, árkok, járdáknak az építése, és ezt azért gondoltuk, hiszen minden már erre a nagy büntetés végrehajtási intézetre készítünk rá. Az önkormányzatnál úgy számolnak, akár 1000 fővel is nőhet a lakosság száma. Ezért igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő lakhatási lehetőséget biztosítsanak a városban. Az ingatlanok az árai felmentek Csengerben, mióta a BV elkezdte a működését, sőt az albérlet árak is megemelkedtek, ezért készülünk azzal közösen a büntetés végrehajtási intézettel, hogy lakóparkokat építünk. A BV már elkezdett egy új lakóparkot építeni a Béki utcán, Csengevás önkormányzata ajánlotta fel a területet. Mi egy 6000 négyzetméteres belterület építési telket ajánlottunk fel, és most pedig mi vásároltunk egy közel 1 hektáros területet, amelyre mi is egy új lakóparkot szeretnénk építeni. Itt még keressük a kivitelezőt, hogy akivel közös munkába tudnánk együtt dolgozni, a kivitelező megépíteni, mi ingyen adnánk a telket, és így nem lenne telekhányad a fiataloknak, és maga a kivitelező pedig megépíteni ezeket a lakásokat, és így kerülnének értékesítésre. A Csengeri Egészségügyi Központ mintegy 20 000 ember ellátását biztosítja. Az eszközpark további fejlesztésével szeretnének nyitni az egészségturizmus felé is. A járóbeteg szakellátó központban 18 szakorvosi ellátás van, és most is bővíteni szeretnénk például neurológiával is. Nyertünk egy több mint 100 millió forintos pályázatot, ebben új ultrahanggépeket nyertünk, csontsűrűségmérő műszert nyertünk, és egyéb kisebb eszközöket. És hát tervünkben van, hogy tovább tudnánk fejleszteni, akár CT-nek vagy MRI-nek a megvásárlására is, hiszen látjuk azt, hogy Romániát talán hamarosan be fogják Schengenbe lépni, és tudunk nyitni a Partium irányába is, és itt is az egészségügyi szolgáltatás, az egészségügyi turizmus be tudnánk indítani, nagyon fontos lenne mind a munkahelyteremtés szempontjából is, az embereknek a megtartásából is, ami is legfontosabb, az egészségünk megőrzése szempontjából. Tehát nagyon sok prevenciós tevékenységet akarunk elindítani. Forrján Zsolt még elmondta, hogy tervei között szerepel az ipari park bővítése is. Logisztikai központot és egy 2000 négyzetméteres csarnokot építenek. Szándékaik szerint ezeket bérbe adják olyan vállalkozásoknak, amelyek helyi munkaerőt foglalkoztatnak majd Csengerben. Az éghajlatváltozás okozta nehézségekre új megoldásokat kell keresni a talajművelés szempontjából is. A megoldások pedig már meg is vannak, csak el kell juttatni őket a különböző generációkhoz. Ezt mondta Makádi Marian a Talaj Élete című kampány nyíregyházi rendezvényén, amelyhez hasonlót több mint 40-et tartottak az országban. Ez egy folyamatosan szántott terület. A szántás körülbelül ugye ilyen 30-40 centig, 20-40 centig inkább, azt mondanám, attól függ, hogy mennyire megy le a gép, és itt alatta összetömöríti a réteget. És hogyha ezt egy késsel így meghúzzuk, akkor erősen lehet érezni, hogy az a réteg volt bizony kemény és össze van tömörödve. Makádi Marian mutatja a nyíregyházi középiskolásoknak, mit rejtenek a talaj különböző rétegei, és ezekből milyen történetek olvashatók ki a természet és az emberi tevékenység szempontjából. A Debreceni Egyetem Agrárkutató Intézet és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézete is csatlakozott a Talaj Élete című kampányhoz, amelyet a Magyar Talajtani Társaság indított. Ehhez hasonlóan az országban még
több mint 40 helyen állnak érdeklődők, hasonlóan nyitott talajszelvények körül. A talaj az egy élő rendszer, azt próbáltam itt is hangsúlyozni a gyerekek számára is. A monokultúrában ugyanaz a növény van folyamatosan benne, ugyanaz a gyökérrendszer, ugyanaz a tápanyagellátás. Nagyon fontos lenne a változatos növényi sorrend, az, hogy pillangós, kalászos és minden egyéb növény belekerüljön abba a talajba, ami az adott talajra alkalmas, tehát az adott talajon termeszthető, és nagyon fontos lenne az, hogy ne csak azt nézzük, hogy abból mennyi termés hozható le, hanem olyan növényeket is tegyünk a talajra, amik folyamatosan talajfedettséget biztosítanak. Ezeket hívjuk vagy zöldrágya növénynek, talajtakaró növénynek, amiből konkrét lehozható tápanyag nem lesz, de a szerves anyagtartalma ott marad a talajban, akár tehát a talaj feletti szerves anyaga és a gyökér által képviselt szerves anyag, és ezáltal a talajainkat tudjuk egy kicsit élővé tenni. A szakember hangsúlyozta, a talaj az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk, ezért is fontos, hogy fenntartható módon műveljük. Makádi Marian úgy fogalmazott, az állandó szántás hatására a talaj felszíne elporosodik, másrészt az eke mélysége alatt kialakul egy tömörödött réteg, ami megakadályozza a csapadékvíz leszivárgását. Miközben a talaj az egyik legjobb víztározó tud lenni, ha megfelelő a szerkezete. Én úgy gondolom, hogy elindultunk egy jó úton, tehát egy régi környezeti feltételekhez igazodó szemléleten kellene most módosítanunk. Egyrészt azért, mert az a szemlélet, tehát az a működési rendszer a jelen környezeti helyzetünkben nem fenntartható. Változik az éghajlat, ami leginkább a hőmérsékletben és a csapadékban jelentkezik. Az ilyen fajta talajműveléseinkkel, talajhasználattal, amit most csinálunk, ez a változás nem kompenzálható, ehhez nekünk alkalmazkodni kell. Nekünk védenünk kell most már a talajainkat egy nagyon-nagyon sok negatív hatástól, ami részben konkrétan a mi hatásunk, akár a szántás, akár a szabad talajfelszín meghagyása, akár az éghajlatváltozásból adódó hatások. És erre megvannak a lehetőségek, megvannak a módszerek, ezeket kell eljuttatnunk minél több ember felé, és minél fiatalabb generációt célzunk meg ezekkel az ismeretekkel, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy a változás pozitív irányba fog bekövetkezni. Az eseményen az elméleti előadások után a talajszemelvény helyén, majd ennél az asztalnál folytatódott a diákok számára szervezett bemutató, ahol a talaj összetételével kapcsolatos kísérleteket is kipróbálhatták az érdeklődők. Csillagtérképet avattak az Origo Film Stúdió aulájában Budapesten. Az eseményre olyan települések vezetőit hívták meg, ahonnan hollywoodi hírességek származnak. Máté Szalka kiemelt vendége volt az eseménynek, a városban idén harmadik alkalommal szerveznek filmfesztivált a Magyar Hollywood Tanács és az Origo Film Stúdió együttműködésében. A Magyar Hollywood Tanács 2016 óta próbálja civil szervezetként őrizni az emlékét a közel 500 magyar nevű, magyar származású, magyar felmenőkkel rendelkező hollywoodi személyiségeknek. Ez egy kincses láda, mondanom sem kell. Filmünnep az Origo Film Stúdióban. Közel 50 magyar lakta település vezetőit hívták meg Budapestre, a cég központi épületébe. A stúdió a Magyar Hollywood Tanáccsal közösen egy olyan térképet avatott fel, amelyen csillagok jelzik az adott településről származó hírességeket. Azért gondoljuk fontosnak, mert Hollywood létrehozásában, működtetésében és felvirágoztatásában nagyon-nagyon sok magyar származású személy játszott kimagaslóan fontos szerepet. És úgy láttuk korábban, ma már egyre javul a helyzet, hogy nem nagyon ismerik ezeket a történeteket itt Magyarországon, sőt a szülőhelyeken sem. No, az elmúlt 7 évben bizonyította, hogy az érdeklődés csak fel kell piszkálni egy kicsit, türelmes munkával, és aztán utána lesz eredménye. A csillaggal jelölt települések között szerepel Máté Szalka is. A Hollywood bölcsőjeként is emlegetett városban van az egyetlen Cukor Adolfról elnevezett filmszínház, a Magyar Hollywood Tanáccsal és az Origo Filmstúdióval közösen pedig a harmadik filmfesztivált szervezik meg idén. A településről elszármazott Tony Curtis emlékét méltó módon őrzik a városban, ahova a néhai sztár lánya, Jamie Lee Curtis is többször ellátogatott már. Nagyon jó érzés itt lenni.
Említették a megnyitó kapcsán is Máté Szalka nevét többször is. Úgy hivatkoztak rá az Origo Film Stúdióban, mint Máté Szalkára a Hollywood bölcsőjére. És ez különösen megtisztelő, főleg abban az esetben, amikor több mint 50 település említhető Hollywood kapcsán, és mégis Máté Szalkát illetik ezzel a megtisztelő címmel. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek tevékenysége, amit igyekeztünk Máté Szalka hollywoodi gyökereinek ápolása céljából tenni, az a tevékenység eredményes volt. És erre büszkék vagyunk, és az, hogy Máté Szalka felkerült erre a térképre, ez szintén nagy büszkeség számunkra. Az avató ünnepségen Fekszi Márta, a filmstúdió cégvezetője elmondta, régen a magyarok mentek Hollywoodba, ma már Hollywood jön Magyarországra. A magyar filmtörvény kedvez a külföldi produkcióknak, a stúdió adottságai pedig kivételesek. Az egyik új kezdeményezésünk, ami néhány hónappal ezelőtt indult meg, ez az Origo Talent, ami tulajdonképpen arra lett kitalálva, hogy bemutatjuk a produkcióknak, hogy milyen jók a magyar színészek is. Ne felejtsük el, hogy az Oppenheimer filmnél, ami most ugye tarolt az Oscar átadón, azért ha ma Máté volt az egyik kiemelt szereplő, de nagyon sok magyar színészt el tudunk mondani, akik beszélnek idegen nyelven. És mi most azt mutatjuk be a produkcióknak, és minden kiadott ajánlatunkba szerepel a Origo Talentre való felhívás, hogy miért érdemes magyar színészeket alkalmazni. Az eseményen a településvezetők mellett kulturális szakemberek és a filmes szakma prominens képviselői is részt vettek. A válogatott szünet után a Debrecent fogadja a kisvárdai futballcsapat az NB1 26. fordulójában. A mérkőzés szombaton 14 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Fehérvár FC, MTK Budapest Kecskemét, Zalaegerszeg DVTK, Paks Újpest és Mezőkövest Ferencváros. Speciális kézilabda tornát rendeztek Nyíregyházán. Az Országos Egyesített Kézilabda Bajnokság negyedik fordulójában 13 együttes lépett pályára a Wesselényi Iskola és Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti tornacsarnokában. A csapatokat értelmi fogyatékossággal élők és egészséges sportolók alkották. A pálya, a labda, a játékvezetők és a szükséges tartozékok ugyanolyanok, mint bármelyik más mérkőzésen, a csapatok azonban némileg mások. Az Országos Egyesített Kézilabda Bajnokságban szellemi fogyatékkal élők egészséges sportolókkal alkotnak közös csapatot. A negyedik fordulónak a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Kézilabda Szövetség volt a házigazdája. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csörgőlabda bajnokságot rendeztünk nemrégen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség három olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? A rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések. Ezen a helyszínen 9 mérkőzés lesz, a másik helyszínen pedig 6 mérkőzés, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vármegyét. A sorozat társszervezője a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, amelyhez 21 sportág tartozik. A kézilabda az egyik legnépszerűbb, így az egyik legnagyobb létszámmal is rendelkezik a sportágok sorában. 6 fordulóból áll, most jelenleg a 4. forduló helyszínén tartózkodunk, és úgy épül fel, hogy az egész tornának a legelején van egy divizionálás, ami arról szól, hogy a képességszinteknek a behatározásáról van szó tulajdonképpen, és akkor eldől, hogy a 1-től 4. divízióban melyik csapatok fognak játszani képességszintek alapján, majd pedig a fordulók folyamatosan zajlanak, és a legvégén idén Balatonbogláron lesz a záróforduló megrendezése, ahol egy nagy ünnepség keretében a végső eredményhirdetés fog sorra kerülni.
Az, hogy az értelmi fogyatékkal élők egészséges társaikkal együtt lépnek pályára, sokat segít az elfogadásban és az integrációban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hisz lehetőséget ad a gyerekeknek egy részről, hogy megismerjék egymást a két terület, valamint az, hogy megtanuljanak együtt élni, egymással élni, felkészítik arra a társadalmat, hogy attól, hogy különbözőek, mégis egyformák, és ugyanolyan lehetőségeik vannak, és ugyanolyan jók tudnak egy-egy dologban lenni, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon-nagyon előremutató. Nem csak időtöltés, hanem az egészségi állapotuknak a megtartása, javítása szempontjából is elengedhetetlen, valamint ugyanúgy tagjai a lakóinknak egy része a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek, és versenyszerűen sportolnak, ami azt gondolom, az pedig azt mutatja meg, hogy mennyi értékes ember van a fogyatékkal élők között nálunk is. A magyar sportolók a legutóbbi speciális olimpia nyári világjátékokon Berlinben tavaly összesen 74 érmet szereztek. Az egyesített férfi kézilabda csapat egy ezüstéremmel vette ki a részét a sikerből. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Magára vállalta az emberiség bűneit, ezért halálra ítélték. Nagypénteken Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. A húsvét előtti pénteket 2017-ben munkaszüneti nappá nyilvánították. A görög katolikusok ezen az estén sírbatételi vecsernyit tartanak, és jelképesen Krisztus halotti leplénél imádkoznak. Lakóparkokat, új parkolóhelyeket építenek és fejlesztik a járóbeteg szakellátó központot, valamint az ipari parkot is Csengerben. Valamennyi beruházás kapcsolódik a folyamatban lévő börtönépítéshez. Forrás Zsolt polgármester szerint néhány éven belül 1000 fővel is gyarapodhat a határmenti kisváros lélekszáma. Ezért új bölcsőde épült, felújították az óvodát és a szociális szolgáltató központot is. Változik az éghajlat, ami leginkább a hőmérsékletben és a csapadékban mutatkozik meg, és azzal a talajműveléssel, amit most használunk, ez a változás már nem kompenzálható. Ezt mondta Makádi Marian, a Debreceni Egyetem Agrárkutató Intézetének munkatársa a Talaj Élete című kampány nyíregyházi rendezvényén. A cél, hogy felhívják a figyelmet egyik legfontosabb természeti erőforrásunk fontosságára. Március 29-én pénteken a Kölcsey televízió híradóját látták, szombaton krónikával, vasárnap a gazdasági héttel várjuk majd Önöket, friss hírműsorral pedig legközelebb hétfőn este jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton napos, fátyol, felhő, száraz időre van kilátás, a déli szelet sokfelé élénk, néhol viharos lökések kísérik. Délutánra 22 és 24 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. Sok helyütt megélénkül, helyenként megerősödik a déli szél, napközben 23-25 fokot mérhetünk.